Az amerikai származású paprikát, mint fűszert és zöldséget a régi magyar konyhákon nem ismerték. Használata lassan terjedt el, és csak a 18. században vált általánosan ismerté. Magyarországon az 1600-as években az első példányokat a szegedi Ferences kolostor kertjében termesztették. Legelső termesztő körzete éppen ezért Szeged környékén volt. A hazai, majd külföldi népszerűségéhez hozzájárult két magyar találmány, a fűszerpaprika őrlemény és az édesnemes fűszerpaprika kifejlesztése. Ezeknek a ma már elengedhetetlen fűszereknek a bölcsője Szeged környéke. A fűszerpaprika termesztés és feldolgozás hagyományait Röszkén is őrzik, melynek köszönhetően 2011-ben többek között a röszkei polgármesterasszony Borbásné Márki Márta és Röszke díszpolgára Vastag József is megkapták a szegedi paprika nagykövete megbízatást. Röszke neve, illetve a szegedi paprika hogyan fonódik össze, hol találkozik? Röszke az régmúlt időkben is, és manapság is ezerszárral kötődött és kötődik a fűszerpaprika termeléshez, hiszen a fűszerpaprika tájkörzetnek a legszervesebb részeként említendő. Manapság is nagyon sokan foglalkoznak fűszerpaprika termeléssel, nagyon sok családnak biztosított megélhetést, jövedelmet a régmúlt időkben is a fűszerpaprika, manapság pedig azt gondolom, hogy a reneszánszát éli a fűszerpaprika, hungarikumként, védett fajtaként még nagyobb a jelentősége, és én személy szerint nagyon örülök ennek a megtiszteltetésnek, hogy ezen a mostani fűszerpaprikához kötődő paprikanapokon a miénk lehetett az a megtiszteltetés, hogy a fűszerpaprika népszerűsítőjeként, nagyköveteként vehetünk részt a programsorozaton, és hát azt gondolom, hogy Röszke a szegedi tájkörzet részeként, szerves részeként nem csak a termeléssel, hanem a fűszerpaprika népszerűsítésével is foglalkozik hosszú idő óta. Nem csak a családok, hanem Röszkén egy paprika múzeum is működik, ami folyamatosan látogatható, és ez is a röszkei tájkörzetnek és a fűszerpaprikának a nevét viszi a világba, és az ország határon belül is, kívül is népszerűsíti magát a fűszerpaprikát, és nem utolsó sorban Röszkén működő üzem is dolgozik, ahol foglalkoznak a fűszerpaprika, most már a modern módon történő előállításával, és mellette rögtön megtekinthető a régmúlt időknek az eszközei egy múzeum formájában. Nagyon nagyszerű megbízatást kapott. Hogyan értékeli azt, hogy önt választották a szegedi paprika és a szeged térségi paprika nagykövetének? Váratlanul ért. Én már azt hittem, hogy átlapoztak rajtam a lapok, de jól esett a szegedi paprika múzeum. Hála jó Istennek, Bálint Sándor emlékének adózva, épp erről beszéltem. Ma már hirdeti azt a múltat, amit Bálint Sándor örökként megkaptam. Amikor legutóbb találkoztam vele, azt mondta nálunk, édesfiam, örökségöt adok át, gondozd a szegedi paprikát. Professzor úr, jelenthetem oda átra. Teljesítettük a kötelességünket, Bihari Vilmos és a Szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársainak segítségével már több mint 10 éve áll forgatókönyved által elkészített Szegedi Paprika Múzeum. És akkor egy kicsit magáról, a fűszernövényről és Röszke kapcsolatáról néhány gondolatot mondjon nekünk. Bálint Sándorra hivatkozom megint. Ő írta a Szegedi Nemzetben, hogy a röszkeiek a paprika kikészítés, a paprika ipar művészeivé váltak. A dohányipar után a paprika ugyanazt a munkafolyamatokat követelte Kalákában, és ebben a röszkeiek alsóvárosiakkal együtt a paprika világhírnevét megerősítették, és 1970-ig szinte a magyar paprika a világon a magyar export 70%-át biztosította. Ehhez sok-sok ezer munkás embernek, paprika kikészítőnek, hasítólánynak, szorgalmas hétköznapi hősöknek a munkájára volt szükség. Reméljük, ismét vissza fogja kapni a szegedi paprika hírét, nevét, tisztességét, hogy a szegedi városháza tornya mellé, egy pár papucs mellé, egy rúd szalámi mellé ismét visszakerülhessen a csodálatos minőségű szegedi édesnemes vagy kóser paprika.
a szegedi paprikának mennyire van szüksége arra, hogy egy-egy olyan helyzetbe, amikor mondjuk egy paprika nagykövetet választanak Szegeden, akkor legyen egy kis reklámja, és nyilván népszerűsítsék a paprikát. Van-e rá szükség, vagy azért ismerik és szeretik és veszik az emberek? Szerintem nagyon nagy szükség van, hogy minél többet beszéljünk róla, minél többet halljunk róla, és a paprikások hallassák a hangjukat, megjelenjenek. Ugye most a közelmúltban voltak a szegedi paprikanapok, itt lehetett találkozni a termelőknek egy jelentős részével. Ennél sokkal több előállító van, mint aki ott megjelent, és nyilván a termelők száma is sokkal nagyobb, mint ami ott megjelent, tehát akiket ezek a feldolgozók integrálnak. Ott nem fette le a szegedi paprikanapok ezt a teljes vertikumot és a teljes szélességet, de azért van nagyon nagy szükség rá, mert alapvetően a szegedi paprika az elmúlt 5-6 évben kiszorult a piacról, a hivatalos piacról. Kereskedelmi láncokban nem nagyon lehet kapni szegedi paprikát. A közelmúltbeli egy évvel ezelőtt le lett védve a szegedi, illetve véglegessé vált az a levédési folyamat, aminek eredményeként az Európai Unió is elismerte a szegedi paprika elnevezést, és védetté nyilvánította. Ez egy plusz védelmet, biztosítékot ad azoknak, akik fogyasztóként szegedi paprikát keresnek, hiszen a szegedi paprika nevű terméket duplán ellenőrzi a hatóság. Itt nagyon fontos annak a bizonyítása, hogy a szegedi paprikát valóban a szegedi tájkörzetben termelték meg, ott dolgozták fel, és ott csomagolták. Na most ez a terület, a szegedi tájkörzet, ez nem csak Szegedet és közvetlen környezetét jelenti, hanem ez Csongrád és Békés megyét. Itt a termelők, akik eddig, hogy mondjam, a levegőbe lógtak, esetleg nem integrálódtak egy bizonyos feldolgozó felé, vagy mondjuk eddig netán feketén értékesítettek, van nem kevés ilyen is, most lehetőségük lesz, hogy nagyobb biztonsággal el tudják adni a termékeiket, hogyha olyan feldolgozóhoz integrálódnak, akik szegedi paprikát készítenek. Magyarországra mikor került, és Szeged környékére mikor érkezett meg a fűszerpaprika? Tehát az első említés az a 17. századból van a paprikára. Akkor még nagyon máshogy nézhetett ki a paprika, kis pici bogyójai lehettek, ezek csak elképzelések persze, tehát pontos ismeretünk nincs, de valószínűleg jóval kisebbek voltak, mint a ma ismert paprikafajták, és nagyon erősek voltak. Éppen ezért nagyon sokáig azt hitték róla, hogy ez mérgező, tehát dísznövényként használták először, hiszen a virágjával is tud díszíteni a paprika bokor, és a termés is. Aztán amikor rájöttek, hogy borsót egyrészt gyógyszerként is használható, másrészt a borsót helyettesítheti, mint fűszer, akkor még nem őrlemény formájában, hanem szárított, tört formában, akkor nyilván már máshogy gondolkodtak az emberek, és elkezdték valóban termeszteni a paprikát. De ezek a 19. század elején is még szűk, kiskerti veteményesként kell elképzelnünk a paprika termőterületet, tehát nem nagy területekként. Aztán sok minden megváltozott 19. század közepén, egy teljesen új irányt vett a szegedi paprikának, vagy egyáltalán a magyar paprikának a története, ugyanis a szegediek elkezdtek kísérletezni azzal, hogy ha kiszedik a paprikának, tehát felvágják a bogyót, a csövet, és kiszedik az ereket, kikaparják, a magot külön teszik, azt zsákba teszik, vízbe áztatják, taposva dörzsölik, akkor az így megszárított mag, és az így megszárított bőr, amiben már nem, abban már nem igazán van benne az erő, akkor az egy nagyobb mennyiségben fogyasztható olyan fűszer lesz, ami több mindenre használható, mint csak csípősség vagy erő hozzáadására. Tehát egy teljesen új termék lett ennek az eredményeként. Ez a folyamat, tehát olyan 1850-es, 60-as években kezdődött, körülbelül ezzel párhuzamosan az őrlési technológiák is fejlődtek, tehát az 1880-as, 90-es évekre már piros,
valóban por, és már csak egy enyhén csípős volt az a szegedi paprika, és ennek köszönhet, ez az új termék lett aztán híres, és igazából Szegednek ez adott egy óriási lehetőséget arra, hogy egy saját termékkel előálljon, és egy saját különleges termékkel előálljon, amit ma Hungarikumnak tekintünk. Egyenes út volt odáig, hogy ön is paprikával fog foglalkozni? Nem, ez egy nagyon nagy kört írtam le, és a múzeummal úgy érzem, hogy visszatértem az eredeti szakmámhoz, ugyanis én tanár vagyok, angol és történelem szakos tanár, na most itt azért a történelem ismeretekre is szükség volt, hiszen Bálint Sándortól tanultam, és onnan szedtem a régi anyagokat, illetve a régi kutatóktól, akik egy nagyon szép részletes leírását adták annak, hogy hogyan került a paprika Magyarországra, hogyan kísérleteztek vele, és hogyan indult el, mint ez a paprika ágazat, mint egy stratégiai ágazat a város életében, és tulajdonképpen itt is ugyanazt mondom el nap, mint nap, amikor jönnek a vendégek, csak attól függ, hogy ki milyen háttérből jön, attól függően változtatom a hosszúságot, a témát, tehát itt most már nagyjából az elmúlt 4 év alatt, amióta működünk, itt már ovisok is voltak, külföldiek és csoportosan és egyénileg is, voltak paprikatermelők is, tehát természetesen azoknak nem kell elmondani, hogy ma mit csinálunk a paprikával, viszont ők sem tudnak mindent a régi dolgokról, sőt, nagyon fontos, hogy nagyon sok mindenki, aki a térségből jött, az ad is nekem is sokszor olyan új információkat, amiket én sem tudtam, amit aztán én is persze természetesen továbbadok. És akkor mit csinálnak jelenleg a paprikával? Hiszen a múzeum mellett azért egy üzem is működik. Tehát milyen ma a fűszerpaprika feldolgozása? Nekünk természetesen az elsődleges a fűszerpaprika feldolgozás. Itt adva volt egy üzem, és a múzeumot erre építettük rá. Az üzem ugye úgy működik, hogy felvásároljuk a környékbeli termelőktől a nyers fűszerpaprikát. Mi magunk is termelünk, tehát saját bázisunk is van. Nem is kevés, mert egy közel 20 hektárnyi terület az idén, és az idén a nagyon jó termést is adott, és ez mind-mind itt Röszke, Szeged-Gyálarét területén található. Egy másik 50-60 családtól vásárolunk fel, körülbelül egy olyan 60 hektárról a saját területünkkel együtt, egy körülbelül 60 hektáron megtermelt fűszerpaprikát dolgozunk fel. Az első lépés a feldolgozásban a szikkasztás. Ugye ma már nem fűzzük fel a paprikát, csak hobbi szinten csináljuk, illetve csak dekoráció céljára, hiszen egy rendkívül haladatlan munka, nagyon lassú, és hát helyette természetesen az elmúlt 50 évben azért kialakultak olyan technológiák, mint például a rasel hálóban, rasel zsákban szikkasztjuk a paprikát, vagy prizmában, szikkasztó padozaton, vagy a szabad ég alatt, vagy szikkasztó épületben levegőbefúvással utóérleljük a paprikát. Ez azért szükséges, mert a mi éghajlatunkon, ugye meleg éghajlatról származik a paprika, nagyon hosszú a vegetációs ideje, tehát ez nem olyan, mint egy hónapos retek például, amit ugye többször is meg tudok a kertből több terményt ki tudok szedni. Tehát hosszú a vegetációs ideje, vagy tenyész ideje, és rá kell segíteni a termesztés oldalról is, meg feldolgozási oldalról is, hogy teljesen be tudjon érni a fagymentes időben a paprika. Ugye ehhez a mit tud csinálni a termelő, hogy például a legtöbb esetben előneveli a palántát, és már az erős 6-8 leveles palántát ülteti ki május közepén, mondjuk 20-án. Tehát ott már nyerünk egy kis időt, például a helyrevetett paprikákhoz képest. A termelő pedig azt tudja hozzátenni, hogy szedés után szikkasztja, utóérleli a paprikát, hogy a piros festéktartalmak minél jobban ki tudjanak alakulni és emelkedjenek a sárga festékhez képest, és nagyon fontos, stabilizálódjon a szín. Ha ezt nem tesszük meg, és egy frissen leszedett paprikát rögtön megszárítunk, megőrlünk, annak egy jóval alacsonyabb festéktartalma lesz, tehát egy narancssárga színű lesz, és
és előfordul, hogy ki is fakul már karácsonyra. Tehát nem tudja, ugye hosszú a paprikának az utóélete, ősszel elkészítjük, leszárítjuk, ezzel tartósítjuk, viszont még egy évig valamilyen módon, tehát egy évig fogom felhasználni. És a minőségmegőrzést is ugye egy évig szoktuk adni, tehát szezontól szezonig. Tehát nagyon fontos, hogy minél stabilabbak legyenek a színek, és minél pirosabb legyen az a paprika, ehhez kell az utóélelés. És akkor ezek után jön a szárítás, ezzel tartósítjuk. Ez a szűk keresztmetszet, de ez mindenkinél, a maszekoknál is, meg a nagyoknál, meg pláne, amikor egy nagy mennyiséget kell viszonylag rövid idő alatt a fagyokig, tehát olyan október végéig, november első hetéig leszárítani, és ezzel tartósítani, és utána raktározzuk, és évközben folyamatosan megy az őrlés. Egyszerre csak annyit őrlünk, amennyit a következő 2-3 hétben, 4 hétben értékesítünk, azért, mert a szárítmány formájában őrződik meg talán a legjobban a piros festék tartalom és az illat, az aroma. És tehát ez nagyon fontos, hogy ezt így betartsuk, ezt a technológiát. Hogyan került Szegedre és Szeged mellé legfőképpen Röszkére a szegedi paprika, a fűszer paprika? A szegedi paprika, a dohánygányok, alsóvárosiak kitelepültek Szeged déli területeire, Mihálytelekre, Röszkére, és egy ideig a dohány, mint jövedelmező terméság az alsóvárosiaknak és a mihálytelkieknek kedvező föltételeket biztosított, azonban fölismerve a paprika jobb jövedelmezőségét, művelésekben ugyanazon együtthatók dolgoztak, mind a kettő kaláka munkát követelt, mind a kettő családi összefogáson alapult, és gyorsan áttértek a dohánytermesztésre, a paprika termesztésre. 1934-ig nem ismertünk más paprikát, csak a erős fajtát. Az erős fajtát meg kellett szelídíteni, és ez a szelídítési munka óriási kézi munkát, óriási szorgalmat igényelt. A paprika termelés nagyüzemi formája 1970-től megváltoztatta teljesen a paprika termelő helyzetét, mert a paprika évjárat függő növény volt. A régi paprika termelőket az jellemezte, hogy jó termés volt, a jó termésnek gyenge volt a fölvásárlási ára, akkor fűzérekre fűzték, és ezt elraktározták akár 2 évre, 3 évre is, és mindig akkor dobták piacra, amikor a paprikának jó ára volt. Ha gyenge volt a termés, akkor az előző évi készletből vittek piacra. A szegedi Valéria tér volt a paprika piac. Itt mustrálták a 4 méter 40 centi hosszú fűzéreket, itt cseréltek gazdát. A szegedi Széchenyi téren volt az úgynevezett literes piac, ahol lédigárukként zsákból mérték a paprikát, és a vásárló, ha az egyik kofánál nem volt megfelelő, ment a másik kofához. Érdekes volt a gusztálás, vagyis a kóstolás és a minősítésnek a folyamata, mert a háziasszony először egy darab újságpapír szélen minősítette a paprikát, az egy csipetnyit a újságpapírra csöppentett, összeszorította és megnézte, milyen nyomot hagyott. Ha az citromsárga volt, vagy sötétebb, akkor már megfelelő volt, utána következett az ízlelés, és ha ez minden szempontból szemcsefinomságra, ízre, zamatra megfelelt, akkor ebből vásárolt.